Két magyar rendező filmje is meghívást kapott a 74. Cannes-i Filmfesztivál hivatalos programjába. Az Aranymedve díjas Enyedi Ildikó, Feleségem története című alkotása az Aranypálmáért versenyezhet, Mundruczó Kornél evolúciója pedig a Seregszemle idén létrehozott új szekciójába, a Cannes premierbe került be. A koronavírus miatt két éven át válogathattunk a filmek közül. Sokan úgy küldték be hozzánk az alkotásaikat a világ minden pontjáról, hogy azt sem tudták, el tudnak-e majd jönni. Még 5 hetünk van a fesztiválig, és minden azon múlik, hogy miként alakul a járványhelyzet, magyarázta a Szemle főigazgatója. Az már most látszik, hogy a legnagyobb vihart Paul Verhoeven Bendetta című alkotása fogja kavarni. A mozi ugyanis egy 17. századi leszbikus apáca igaz történetét mutatja be. A vörös szőnyegre olyan világsztárokat várnak, mint Sean Penn, Asghar Farhadi, vagy a Golden Globe díjas rendező Wes Anderson. Neki a tavalyi mustrán mutatták volna be The French Dispatch című sztárparádéját, de a közönségnek egy évet várnia kellett. A 2021-es versenyprogramban 24 film vesz részt, és további 37 művet mutatnak be július 6-ától. A fesztivál a szervezők szerint az újjászületésről szól majd, arról, hogy a mozi a vírust is túléli.